ez a 13 perc, ez csodálatos, 13,30, ez csodálatos érzés, nagyon változékony, hát ugye persze egy talaja van, de azért vannak gyors tempós részek és vannak technikás részek benne. Itt másodszorra nagyon élveztem. Először, megmondom őszintén, úgy éreztem, hogy jó sikerült, mert próbáltam pontos lenni, nem lógatni ugye ebbe az esőbe, de máshol teljesen a tapadás, és hát az idő az nem azt mutatta. De most másodszorra egy kicsit felszívtuk magunkat, de hogy mondjam, az autóm nagyon jó, ennek nagyon örülök. Most nekem kell fölnőni újból az autóhoz, mert nagyon jó megáll, nagyon jó befordul, szenzációs, minden. Jó érzés nyerni, de hát egy olyan hülye alak vagyok, aki már most arra gondol, hogy miért kaptam a Balogtól ennyit, meg annyit, meg a Hebesi Pistitől. Hát nagyon sajnálom, hogy kiesett, de viccet félretéve, és hát talán ez nem vicc, nagyon-nagyon boldog vagyok. Még talán el sem hiszem, mert ugye múltkor is ott álltunk a kapujába, de én csináltam a hülyeséget. És így az utolsó gyorsaságikon is úgy álltam oda, hogy mintha még lenne egy kör, tehát nem is éreztem át ezt az egészet. És szerintem ezért is volt jó, azt gondolom, a vége. És egyből néztük, hogy a Balázsék mennyire vannak mögöttünk, ugye főleg az, hogy kislődöm, pontosan jöttem, csináltuk a dolgunkat, éreztem, hogy azért egy biztonságos menés volt, akkor ott kaptunk tőle négyet, és akkor Hegyesden úgy gondoltam, hogy támadunk, akkor ültünk 12 percet a kocsiba, épp hogy lejárt az, hogy etap legyen a gyorsasági, ott a rajta első pozíciójába, de nagyon jól sikerült, úgyhogy meg tudtunk nekik adni egy-két másodpercet. Ez így teljesen jó, én azt gondolom, hogy nem lehet mindent egyszerre hambe kapni. Ez így jó, hogy és nagyon örülök neki, hogy nyertünk.